Három szín, három szervezet egymás mellett egy közös cél érdekében, ami nem más, mint a hazai természetvédelem megerősítése. Arra buzdítjuk most az embereket, hogy csatlakozzanak ahhoz a mozgalomhoz, amit a Magyar Természetvédők Szövetségével és a Madártani Egyesülettel közösen hoztunk létre. Ez a Magyar Természetért mozgalom, aminek az a célja, hogy megalakítsuk a Magyar Természet napját. Ez egy szimbóluma lesz az egész közös megmozdulásnak, a közös mozgalomnak, amit a természetvédelemért próbálunk mi itt közösen ezek a szervezetek elindítani. Itt a cél a természet egészének a védelme, de ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy egy-egy napon erre rávilágítsunk különösen. Olyan nap viszont még nincsen, amelyik csak kifejezetten a magyar természetre koncentrálódik. Alapítsuk meg a Magyar Természetvédelem napját, álljunk ki együtt a hazai természetvédelmért, olvasható a felhívás a magyartermészet.hu oldalon. A célunk nem az, hogy egy napra figyeljenek oda az emberek a természetvédelemre, hanem próbáltunk keresni valamit, ami szimbolizálhatja azt az életmódot, azt a szemléletmódot, ami a természetvédelemről szól, vagy ezt segíti, ezt figyelembe veszi. Nyilván nem ez a nap fog megoldani minden problémát, de ugyanakkor egy ilyen fontos figyelemfelhívás arra, hogy igenis a hazai természetvédelemért is tenni kell. Ezt az aláírásgyűjtést azért kezdeményeztük, mert azt mondjuk, hogy ma a természetvédelemnek a problémái ezek talán még hangsúlyosabbak, mint az elmúlt időszakokban, és erre nem megfelelő válaszokat tudunk általában adni, nem elég erős a természetvédelem, a természetemi válasz. Erre se a társadalom szélesebb rétegében, se az állam, se a civil szervezetek nem elég erősek ahhoz, hogy meg tudják ezeket válaszolni. Azt gondoltuk, hogy mindenképpen egy ilyen szimbolikus kezdeményezés segíthet ennek a megerősítésében. A három legnagyobb hazai civil természetvédelmi szervezet évtizedek óta tevékenykedik e nemes cél érdekében. Nagyon sok fajta programunk van, amely az embereknek segít abban, hogy megértessük azt, hogy ők is részei az egész természetnek, az egész környezetvédelem rajtuk is múlik, és azért minden kis lépés nagyon fontos. Egy csepp a tengerbe, de ugyanakkor előrébb tettünk ahhoz, hogy a természetet, környezetünket megóvjuk. A WWF a világ legnagyobb természetvédelmi civil szervezete, több mint 50 éve jöttünk létre, és most már több mint 100 országban van irodánk. Nagyon sok mindent csinált már 40 évben is a Madártani Egyesület. Azt gondolom, a leghangsúlyosabb programjaink, amiket talán mindenki ismer, azok a ritka madárfajokkal, vagy ritka állatfajokkal foglalkozó programok. Az Európai Unió parlagizsas állományának több mint kétharmada Magyarországon fészkel. Tehát ez is mutatja, hogy mind az európai, mind a világállomány tekintetében óriási a felelősségünk. Hogyha nálunk sikerül megőrizni ezt a fajt, akkor az azt jelenti, hogy a faj világállománya is túlélhet. A gyémánt kíváncsi szólva, csak nem csodáljuk eleget. Nem törődünk vele, bezártuk valahova, vagy inkább ott hagytuk az útszélén, holott fel kéne emelni, és egy koronát is mutogatna a legméltóbb helyen. A természetvédelmi érték, természeti értékeink legalább értékesek. Jó lenne, hogy örökre megmaradhatnának. Nekünk a globális küldetésünk az, hogy egy olyan jövőképet alakítsunk ki, vagy az emberiséget egy olyan irányba tereljük, amiben harmóniában tud élni a természettel. Ezt három úton próbáljuk elérni. Egyrészt próbáljuk felhívni az emberek figyelmét a károsanyag kibocsátás csökkentésre, másrészt igyekszünk segíteni a megújuló energiaforrások minél felelősebb használatát, harmadrészt pedig törekszünk arra, hogy fenntartsuk a biológiai sokféleséget. Ez ugye azt jelenti, hogy minél több állat és növényfajnak a túléléshez szükséges körülményeket biztosítsuk. Hogy mi, amiben nagyon sokat szeretnénk még tenni, az pont a társadalom szélesebb rétegének a bevonása a természetvédelembe. Például erről szól a Madárbarát Kert programunk, de nagyon sok egyéb olyan tevékenységünk is, ahol ha valaki csak egy kicsit is tud saját maga gyakorlatilag tenni a természetvédelemért, akkor erre tudunk lehetőséget biztosítani, és így közösen már egy valós, jelentősebb természetvédelmi eredményt tudunk elérni. Nyilvánvalóan ez nem egyik napról a másikra megváltozó folyamat, de nem hiába való, hogy odafigyeljünk, és ebben próbálunk egyébként mi is segíteni, hogy ilyen egyszerű kis lépésekkel hogyan
juthatunk el odáig, hogy a fogyasztási szokásaink megváltoztanak, hogy kevesebb energiát használjunk, hogy takarékoskodjunk, például az energiával, vagy ne vásároljunk szükségtelen dolgokat. Magyarország természeti értékekben bővelkedő terület, páratlan pannontájak, vizes élőhelyek sokassága, gazdag élővilággal büszkékedő erdők találhatók országhatárainkon belül, a felsorolást sokáig lehetne folytatni. Amikor belettünk az Európai Unióban, mindig azt kérdezték, hogy mit adunk mi az Európai Uniónak. Hát kérem, adjuk azt a Pannon biogeográfiai régiót, ami a legszínesebb és a leggazdagabb Európában, hiszen itt az atlanti elemek épp, hogy mind a keletről jövő puszta elemek, a déli mediterrán elemek, az északi, nordikus vagy éppen hegyvidéki elemek is megtalálhatók, mert keverednek, hiszen egy centrális helyzetben Közép-Európában vagyunk. Ilyen gazdag biodiverzitás, fajgazdagság, élettípus gazdaság sehol nincs a Európai Unióban tudtommal, éppen ezért nem is tudjuk, hogy milyen kincs tetején csücsülünk, és mennyire rosszul bánunk ezzel a kincsel. Itt sok olyan faj található, ami csak nálunk található így az egész világon, és hogyha mi ezt nem őrizzük meg, akkor nincs arra mód, hogy mondjuk a szomszéd vagy a bármelyik más ország megőrizze, és ezért ez a mi felelősségünk, hogy az unokáink is találkozhassanak ezekkel a fajokkal. A rendszer elvileg ki van találva, Magyarország 20%-a természeti szempontból valamilyen módon védett, tehát preferált. Ez európai csúcs egyébként megint csak. Persze a magteret a legfontosabb, hiszen ott vannak a legnagyobb genetikai és faji értékek, de nem, én nem csak abban gondolkodnék. Azt gondolom, meg kell adni persze a háborítatlanságát, de nem ez a legfontosabb verzió, hanem a szemlélet szerintem. Hogy ez valami természeti érték, akkor mint a neve is mutatja, értékként kell kezelni. Vannak olyan értékeink, amik máshol nem jelennek esetleg meg, a természeti értékeink, és ha erre egy nap ráirányítjuk a figyelmet, én véleményem szerint ez csak hasznos lehet. Én konkrét napot nem tudok mondani, de valószínűleg, hogy tavaszra tenném. Ja, ami leginkább kapcsolódhat ehhez, az a tavasz. Én nagyon szeretném, hogy ez 365 nap lenne. Azt hiszem én is tavaszi időpontot választanék. Én egy ilyen májusi időpontot tudok elképzelni. Ez az az időszak, amikor megújul, újra éled a természet, talán ilyenkor a legszebb, és ez szimbolizálja, ez mutatja be talán legjobban, hogy miért is van arra szükség, hogy mi foglalkozzunk vele. Legalább ott a fejekben és ott hátul, mikor megyünk bevásárolni, mikor autóba ülünk, holott nem biztos, hogy kéne, mikor beruházásokról döntünk. A természetben talán mégis a tavasz az, mert a megújulásról szól, és én úgy érzem, hogy ezzel az összefogással kicsit a civil zöld mozgalom is megújulat, és talán az országban elérünk olyan embereket, akik máskor erre az értékre nem figyeltek oda. Törekszünk arra, hogy fenntartsuk a biológiai sokféleséget, ez ugye azt jelenti, hogy minél több állat és növényfajnak a túléléshez szükséges körülményeket biztosítsuk. És ehhez a tevékenységhez kapcsolható leginkább a Magyar Természet Napja. A célunk az, hogy itthon is figyeljünk oda, hogy harmóniában éljünk a természettel, és minél több generációnak meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen szép tájak, milyen érdekes élőlények élnek Magyarországon. A csatlakozás egy percet sem vesz igénybe. Néhány rublika kitöltése után egy kattintással elküldhető az aláírás, amivel hozzájárulunk a magyar természetvédelem megerősítéséhez. Én nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk csinálni, meg kell csinálnunk. Azért hoztuk létre, vagy azért találtuk ki ezt a gondolatot, mert ténylegesen meg akarjuk valósítani. Szerintünk szükségünk van arra, hogy egy ilyen nappal felhívjuk az emberek figyelmét itthon Magyarországon a természetvédelem fontosságára.